Ezt egy kicsit kipofáztam magam, tehát már 5 percnél tovább vagyunk. Annyira lényeg, hogy lőfelvert nem szabad használni. Ez az. Nem akarom használni a izét. Az a baj, még ki is védi néha. Na, jó, most! Nem akarok kivégzést használni. Ennyi volt! Price fight out. Hú, jó van, megvagyunk. Ez most így muszáj volt, ez most nagyon kellett. Nagyon pajkosan mondtad azt, hogy izé fel vagy pörögve és pihenned kell. Hát meg szerintem nincs itt az ideje. De nyugodtan mondjad, mert tetszik a kisugárzásod. Na. Most ez egy következő assassin küldi lesz? Ja, tényleg vissza kell mennem. Meg azzal is csalódott voltam egy kicsit, hogy oké, most a Microsoftnál meg a Bethesda együtt csináltak egy ilyen közös bemutatót, és akkor például oké, egy csomó, hát főleg a Game Pass-ra mentek rá, hogy egy csomó játék a megjelenés után ingyenessé válik a Game Pass-szal, meg minden, valami kijön, valami nem jön ki, meg mit tudom én, de nekem az mondjuk például az nagyon hiányzott, hogy mondjuk például a Doom Eternal-ből mikor lesz egy olyan verzió, ahol az összes eddigi DLC megvan, és benne van az Eternal, tudjátok, az Eternal játék, az Ancient Gods első két része. Aha, először le kell váltanom a csajt. You don't want me around no more? Bocs. Take off, Toots. Go home. Hey, good looking. Think you can roll with me? Okay, babe. I'm all yours. Alba Melino. Okay? Nézzük, mi van nálad. Nem veszed elő? Há, mindegy. Na. Aha, ez jobb. Na, valami volt a szememegemen. Jó! Viszont mivel ide jöttem, ezért most megint bye-bye a körözésnek, vagyis hát a bírságnak. Jó, akkor majd így oldom meg. Ki ez a futkározós barom? Egészség. Hál' Istennek nem ütötték el. Na. Valamiért a négyzetet nyomtam, bocsánat. Na mondjad. Na végre Kuniókkal foglalkozunk. The Kunios won't know what hit them. What's the plan?
Nicholas Klaus is a businessman. Goddamn crowd seems legit, but oh, money for the most a Mikulás. Nicholas is having a party at his place. They should give you a chance to get close. Just be casual, walk right up, and strangle. Na, iktassuk ki a Mikulást, Nicholas Klaust. Aha, a Kuniókkal egy business partner, aha, tehát nem is a család része. Hoppá. Igen, ő brutális taktikát alkalmaz, kotta részeg, illetve egy sasszemű, illetve sniper testőrei vannak. Tehát mérföldekről be tudják mérni, hogy elővettem a fegyvert vagy sem. Igen, ne használjunk lőfegyvert. Ha simán kiiktatjuk, akkor 5000 dodot és 6000 XP-t kapunk. Viszont, hogyha puszta kezesen lefolytjuk, akkor plusz 25000 dodot és 30000 XP-t kapunk. Már csak az a kérdés, hogy ő hol van. Ah, itt a szomszédban! Jó, oké! Okay. Viszont kéne bírság, hogy a rendőrök ne zaklassanak munka közben. Az pont fönt van. Várjál, ezen az utcán végig megyek, és akkor visszajövök. És akkor onnantól kezdve nyugodtan csinálhat bármit. Csinálhatunk bármit. Amúgy. Ja, a strácsik még itt vannak. Felvettem az üveget. Azt hittem rá fogom dobni, nem. Na. Ja, már ki is dobtam a kezemből az itókát. Jó van. Na, várjunk. Jó. Azt mondja, puszta kezes arc, puszta kezes folytás kell. Tehát, hogy még a folytóvasat sem tudom használni. Tehát, hogy nem kéne azt használni. Na, és akkor szépen kiszállok. Csaj jöhet magammal, azt hiszik, hogy hozok a bulira csajszit. Aha, nem is vettem elő fegyvert, de már rögtön ki akartak iktatni. Mi van? Revolver! Ó, minek is cseréltem le. De legalább Annihilator van nála, ez mondjuk tetszik, de... NE! Miért fizettem le a rendőröket? Mi a büdös francé fizettem le a rendőröket? Miért tartottam jó ötletnek a rendőrök izéjét? Jó. Azt fogom csinálni. Mi? Így blut, 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 blut. Ez történt. Ez történt az előbb. Miért fizettem le a lendőt? Miért gondoltam, hogy az jó ötlet lesz? Tessék, mert itt gyalogolnak! Nem áll! Na, kész. Itt jó lesz. Na most meg az a baj, hogy most az egész yard utánom fog jönni. Folytalak!
Ez kb. Olyan Homer Simpsonos volt, amikor Bartot megfogja állandóan. Kész! Ott van. Hol volt? Ja várjál, ez megint egy különálló személy volt. Csak a kúnyoknak egy embere. Ezt vegyük fel. És húzunk a vérbe. Ebbe beszállok. Áj, nem tudok beszállni! Menjünk, gyere a rendőrautóba, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Aj, Ribikém, gyere már, Alba! Gyere, gyere, gyere! De miért a másik oldalra közelíted meg? Édes Istenem! Mi?! Micsoda? Azért, mert beültem a rendőrautóba! Elszempöcsön megáll! De mindenem megmaradt, jó van. Elvileg ez akkor szokott lenni, hogy ha... Mindegy, mindegy. Na, első alkalom, hogy letartóztattak. Akkor ez így néz ki, de... Beszálltam a rendőrautóba. De senki nem jött utánam, és megkaptam a busted kifejezést. Oh, shit. És valamiért a bírságnak is kampec lett. Nem tudom miért. Aha, van egy hármas körözésem, de azért mondja, hogy gyere, gyere nyugodtan! Nem te vagy az a droid, akit keresünk. Hát ez nem tudom mi volt. És a feles. És ezzel fullosra föltöltöttem a bírságot. Na, kész. Egy biztos, hogy most ebben a fejezetben, én tudtam, hogy most megcsináltam az összes helyet New Jersey-ben, már csak az az egy hiányzik, ahol az a köcsökukta kiszállt. Aztán megcsinálom még ezt a maradék bérgyilkos missziót, amíg Rockóhoz tudok még menni, és akkor utána megcsinálom az utolsó Sunny küldit. A story küldit. Gonna do the feds a favor and take a shot at the Bazzinis. Can you keep a secret? No problem. What's the secret? Miféle titokról van szó? Giovanni Armano. Aha. Bazzini feladatokat hajt, hadműveleteket hajt végre Szicíliában, és most itt van az országban. Ah, ez egy G-man. Aha, G-menekkel tárgyalgat, de aha, Giovanni Armano. Igen, tehát ő, ezek olyan egy, tehát ezek ilyen, hogy mondjam, a családot kisegítő... Nem, Giovanni Armano az egy Barzinis tag. Most szólok. Giovanni Armano Barzini hadműveleteket hajt végre Szicíliában, és itt a városban bizniszelget, és elrabolta azt az FBI ügynököt, aki a Giovanninak az embereit fenyegette azzal, hogy ők bejöttek az államokba. És mi profitálni tudunk az FBI-os ügyben a Barzinik ellen, szóval az ügynököt nem kéne kiiktatni. Mivel állandóan fizetjük neki a távoltartásokat, hogy a vendettát lecsillapítsuk, ezért érdemes lenne ezt az ügynököt életben hagyni. Giovanni Armanot, hogyha nehogy Isten megöli az ügynököt, és ha csak simán kiiktatjuk, akkor 5000 dodót és 6000 XP-t kapunk. Viszont, hogyha még időben ki tudjuk nyírni úgy, hogy ne öljék meg az ügynököt, plusz 25000 dodó és 30000 XP a jussunk, és elvileg jól láttam, hogy ez egy családtag, ott van Giovanni Armano, ő egy Barzini kapós,
Csak egyáltalán nem említette meg, hogy ja, egyébként ő egy kapó, kaporezsémes a Barzini családban. Na végre első alkalom, hogy a Barziniknek neki megyünk. Na végre. És ő hol van? Ó, ott van bent! Ah, közel is van. Jé! A hülye Stratchik még védik a placot, akinek a tulaját megöltem. Why? Ó, nem tudok bemenni. Akkor ezt előről kell megoldanom. Remélem még nem nyírták ki az ügynököt. Zárva van. Akkor hol tudnak... ott tudok még tovább menni. Szerintem minigunnal megyek. Oh! Ne! Ne, légy színe! Ó, jó. Állj fel! Célzok! Anyádba most már! Jó, tehát van még időm fejre célozni és úgy megpróbálni, de baszki, a válla fölét érek, akkor miért lövöm le a G-ment? Baszki! Na jó, amint ezt befejezem, remélem nem lesz több ilyen dolog, és szeretnék haladni a sztorival, és szeretném zárni, mert most már kezdem magamat felidegesíteni, és már a tököm ki van, hogy állandóan mindig nem jön össze nekem az, amit szeretnék. Nem akartam minigunnal neki menni, mert úgy szór, hogy biztos vagyok benne, hogy a G-ment eltalálom, mondottam pisztolyjal neki megyek. Erre meg tessék, nem a G-ment aktiválja be automatikusan. Hát nem hiszlek-e. Ott fog jönni a gyógytatóból. Érted, nyílik az ajtó, és nem tudom beteggelni. Persze, a sörétet az belém tudod oltani, mi? Ne szarom, hogy háború van. Még egyszer, a pisztolyban bízok, mert az legalább egy pontos. Hé! Azaz! Ott van! Rohadjál meg! Remélem, hogy szép nagy lyuk van a fejeden. Nem is tudok interakcióba lépni vele, annyi baj legyen.
Jó, ez volt az utolsó. Hál' Istennek. Jó, akkor megyek is Itáliába. Nem. De, oda megyek. Ide teleportálok, és ott beszélek az ottani G-mennel. És akkor... elhúzunk innen. Van itt HP, csak ne tűnjél el, még légy szíves. Oké. Persze. Ja, ott a kocsi, jó van. Azt hittem, hogy nem lesz itt kocsi. Tehát az árok az azért vannak ott a prostiknál, mert igazából a fegyverzetük miatt van olyan, hogy nagyon olcsó, meg nagyon izé. Tehát, hogy azért került 40 ezerbe, vagy hát 30 ezerbe, mert revolver volt nála. Viszont meg itt azért került itt 30 ezerbe, mert tehát revolver van nála. És akkor volt egy 50 ezres, azért mert shotgun volt nála, és akkor gondolom van egy 60 ezres, vagy 80 ezres, akinél meg van minigun. És szerintem ezért van az, hogy kevesebb pénzbe kerül egy prosti, és emiatt gyenge arzenállal fog rendelkezni. Értem most már. Ja, meg egyik érdekesség, ha már Ratchettel indítottam az egész sorozatomat, akkor képzeljétek, hogy most nemrég jött ki PS5-re a Ratchet Rift Apart, és elvileg olvastam még azt is, hogy nagyon sok ilyen exkluzív PS4-re meg PS5-re exkluzív játék az most a legtöbbje az, most hát a PS4-es játékok azok legtöbbjük azok PC-re fog kijönni, mint például a Days Gone, meg a Horizon Zero Dawn. És akkor mondjuk például elvileg lehet esély arra, hogy még a... meg hogy hát volt egy olyan sok játék, ami PC-s kiadást is kapott végre, a franchise-on belül végre kapott PC-s kiadást, mint például a Soul Calibur sorozatban a 6. rész vége PC-s verziót is kapott, a Tekken 7 PC-s verziót kapott, PC-s kiadást is kapott, és akkor na! És akkor például elvileg lehet rá esély, és remélem, hogy össze fog jönni. Meg hát a God of War. A God of War is már végre elvileg olyasmit olvastam, hogy a PS4-es God of War még a folytatás előtt, a Ragnarök folytatás előtt kap az első rész egy PC-s kiadást, és elvileg meg fogják csinálni. Nyilvánvaló. És nem kizárt, amire ki akarok lyukodni, hogy a Ratchet & Clank Rift Apart az lehet, hogy PC-re is debütálni fog. Nagyon kíváncsi vagyok rá. És nagyon örülnék neki, a PC-re kijön. Why don't you turn your attention away from the Corleones? Sure. Kétségbe esett fejjel nézett Alba, drágám. Na jó. Jaj, de jó. Na, irány végre. Most akkor csináljuk már meg a fő küldit. Gyere. Hogy kell? Ja igen, itt az új verzióban itt már lehet itt hátulról is bejutni a compoundhoz, nem kell mondom mindig a határát kerülnél útvonalat cserélni. Megyek ezzel a zölddel, és ha lesz jó kocsi, akkor majd váltok. De úgy is tudom, hogy a testőröm nem fog szerepelni a sztori küldiben, mert úgy vannak megcsinálva. Ugye a feje átlogott a izen keresztül. A háztetőn keresztül. Na. Van itt egy-két alak, akivel tudok beszélgetni. Mondjuk te mit akarsz, Zoldátó barátom? Ja, te ugyanazt a mondatot mondod, amikor a múltkori küldénél beszélgettünk. Te ugyanazt a mondatot mondtad le. Na, change of plans, a tervek megváltoznak.
Igen. Igen, tehát megvolt az a jelenet, amikor Carlót megverte az utcán, amikor megtudta, hogy Connie-t elkezdte bántalmazni. És ugye most lesz az a rész, amikor fölhív, amikor már Connie is megtudja, hogy éppen megcsalja, már éppen már babát vár, és már meg is csalja. És akkor Carlo Rizzi, ugye, Carlo Rizzi-t ugye a Barzini fizette le állandóan, hogy izé verjék meg a Connie-t. És akkor Sunny ugye most elmenné, és igazából már meg akarná ölni, és a jó szívűsége fogja a halálba sodorni, amikor a határátkelőhöz át fog jutni. És ugye a filmben átlagos öltönyösök jelennek meg, de ott nyilvánvalóan a Barzini emberei jelennek meg, de itt a játékban egy olyan pillanatot lehet majd látni, hogy beszartok. Igen, romokban a Tatália család, de ők még mindig harcolnak. Hát már csak a Dom van hátra, úgyhogy a többi családtagot úszkvel kiiktattam. Igen, Don Vito, igen, ő folyamatosan még gyógyulgat, de elvileg átadta, hát nem félhivatalosan átadta a vezetést Sunny-nak addig, amíg Michael még bújdosik, mert ő még nem jött vissza. És akkor elvileg az lesz, hogy amikor Sunny meghal, akkor Michael ezt megtudja majd, aztán Tomasino-tól, vagy Fabriciano-tól tudja, meg a szicíliai Dontól, a Vitónak a haverjától, hogy igazából Sunny meghalt, és akkor vissza kéne jutni, mert egyébként az ellenség is a Szicíliában van, és ott is meg akarták ölni. És akkor itt Tessio szól Sunny-nak, hogy éppen a telefonát a Connie. A filmben egyébként a pont mama beszélgetett vele, csak nem tudott vele beszélni, mert ennyire ezt a kis Aldo is bömbölgetett. Ott is Aldónak hívtak a gyereket. Meg ott vacsoráztak, meg ilyesmi. Na. Oké, Tom Hagen szólt, hogy húzzunk a vérbe. Azt hiszik, hogy valami ízé van, hogy jó, csak egy sietős. De Tom szólt neki, hogy ne menjen. Hopp, hát igen. Túl sok időt csesztem el azzal, hogy ja, hát megkérdeztem mindenkit, hogy mi az Isten van. Na, akkor innentől kezdve menni kell utána. Sunny, come on! Move out, go on! Who's on the phone? Connie, Sunny's sister. What'd she say to Constantinos? Tehát itt még beszélgettek arról, hogy kivel beszélgetett egyébként, és ez olyan jó lenne végighallgatni, csak egy a baj, hogy nincs idő rá. És menjünk pontosan. Emlékszem, azon az úton már voltam. Ja, igen, a Hell's Kitchen felé vezető autópályán. És akkor a Hell's Kitchenbe kell majd menni egy raktárépületbe. Arra is emlékszem. Igen, ugye az először sztori küldében a kúniókat tettük ártalmatlanná, meg a Tatáliának is beízéltünk, úgyhogy nem nyilvánvaló. És hát nem kizárt, hogy a Barzini is rá akar csapni, és közben meg a Stracci úgy meg bele, úgy mondjam, beleavatkozik, besegít igazából. Tehát igazából három családi akarja kiiktatni Sunny-t, de igazából már mind a négyen benne vannak. De ezt mondjam mindjárt a lényeget. Igen, és akkor ott a kanyarnál ott lesz a vége. Ilyen piros öltönyösök ott elől. Az a kúniósok. Aha, ez ugyanúgy, mint a filmben. És nézzétek meg. Cuneo, Stracci, Tatália, mindenki itt van. És a Barzinik nincsenek itt. Tehát nem kizárt, hogy ők rendelték el az egész Sunny kiiktatást. Igen, ez is a filmben volt, szarrá lőtték, még fejbe is rúgták, kész. És itt nál, és a, nem, itt nincs az, mint a filmben, hogy meglátják, fogják a fejüket és visszamennek a kampandra híreszteni a dolgot, hanem itt áldóként itt fogjuk magunkat és megyünk utána, viszont itt gyorsan ki kell szállni, mert itt van egy pénzesság a izében, itt hátul az egyikben, a jobb oldaliban, lehet látni a zöldet. Úgy van, veszettem, és már haladunk tovább, mert mindjárt
megszakad a küldetés. Anyád! Hú, még be is akadt a hang. Anyád! De miért kellett így kiforgatnod? Na most már üldöznek, jó van. Jó van! Miért pördült ki hátulról a kocsi? Miért nem mentél neki? Nem várjam meg. Menj bele, úgy van! Ne! Oh, fuck! Húzva, pattanjál még beném, azt persze, hogy nem tudok kiszállni. Remélem, en sem mentette a zsákokat, összegyűjtő részletet. Remélem, nem mentette el. Az mit borított föl egyébként? Ah, dehogy mentette el, jó van. És még a család sem mentette el. Gratulálok. Úgy van. Megjegyezte, hogy felhasználtam, de a pénzt már nem adta át. Tehát már nem 216, hanem 211 ezeren van. Köszönöm szépen. Rohadt anyátokba, hogy miért kellett hátulról kicseszni velem. De nem tudom leszorítani őket, mert tolnak befele. Mi ez már? Akkor használom a szembesávot. Majd a kanyarnál váltok. Á, megint kicsavarnak! De miért csinálod ezt? Csesszen hátba egy terhes macska, komolyan. De ne... Anyádba most már! Így ez kellett, komolyan. Hát és már... Még az kéne, hogy a taxis nem fog ilyen... Mi? Hát persze, hogy eltűnt az asszaszin, mert a hülye pöcsök nem hagynak-e érvényesülni. A büdös rossz sebe. Jó, hagyom a francba a pénzes zsákokat. Elegem van most már. Leszarom. Egy tízesse kevesebb. Leszarom. Istenem, komolyan mondom. Kezd egyek rohadékabb lenni ez a játék, komolyan. De megint az van, hogy tol befele! Hagyjál már! És megint tolnak befele. De nem csinálok semmit, tehát pont éppen ellenkező irányba próbálnék haladni, hogy hátra ki tudnám tolni, ele meg olyan gyorsan jön, hogy befele tol. Harmadjára kezdem újra ezt a, egyébként tök könnyű küldetést egyébként. Rohadjál meg, így van. Nyilvánvalóan itt valamelyik raktárépületbe menjünk be. Hát közben nem érdekel. Várjál! Egyenesen visz. Nem ilyen jó felé mentem. És nem jó felé mentem. Bakker! De mutatja a nyíl, hogy erre menjél, hülye gyerek. Na jó van. Hú. Hova mentek? Oda be jobbra. De még mutatja is a játék, jó van.
de beállok. És itt még tatáriások vannak egyébként. Ja igen, mert ez egy tatáriás által védett plac, és akkor gondolom azért, a sztoriban szerintem is tatáriások. Értitek? Még így a sztoriban megjelenik még egy-két tatáriás, akik elvileg ki vannak törölve a játékból. Óha. Na, eddig se találkoztam glitch parádéval, de most végre. És akkor itt lesz bent a testőr, és hát a lefizetett assassin. Kinek dolgozol? Köcsög. Aha, egy másik család bízta meg őt. Hát igazából ez lenne igazából hogy mondjam, a Carlo Rizzi-nek a kiiktatása, amikor megtudjuk, hogy a Barzini csinálta meg. De egyébként a Carlo Rizzi-t azt nem mi fogjuk megölni, mivel Clemenza ölte meg. Ugye azt kell tudni, hogy amikor Michael ugye átvette a keresztapaságot, és ugye megkereszteli a Kanének a fiát, irány a klub, megkeresztelik a fiát, és ugye ő lesz a keresztapja, akkor az van, hogy megjelenik Rizzi lakásán, és akkor mondja, hogy felelnie kell Santino haláláért, hogy miért halt meg, és akkor elmondja neki, hogy ártatlan vagyok, mert minden szar, és akkor mondja, hogy minden családtag meghalt, és akkor nem mondjad, hogy ártatlan vagy, és hát tudom, hogy te akartad, hogy megöljék Sunnyt. És akkor mondja, hogy hát nagy nehezen kinyögi, hogy Barzini adta a drótot, meg hát adta a pénzt. És akkor Michael benyal neki azzal, hogy figyelj, hogy kapsz repülőjegyet, el kell utaznod Las Vegasba, és akkor kiveszel egy hotelt, és akkor vedd úgy, hogy nem tartozol a családhoz. Tehát, hogy elvileg biztatja őt, hogy meg van úszva, de el kell takarodni a családtól, az biztos. És akkor van egy olyan, hogy így adják neki a repülőjegyet, és ül be a kocsiba, és hátul anyósülésre ül, és hátul ott van a Clemenza, és akkor mondja, hello Carlo, és akkor elindulnak, közben meg a Carlo, vagyis hát a Clemenza elkezdi folytogatni folytóvassal a Carlót, és akkor konkrétan már úgy kapálózik, hogy konkrétan a lábával kirúgja a szélvédőt, és közben meg mennek a repülőtérre, és konkrétan ennyi volt a gyerek. Oda nem tudok lemenni? Hát ha meg tudnám oldani egy kis ilyen shortcuttal, hogy gyorsabban tudjak menni a klubba. Igen, meg tudom oldani. Ez az. Hát a másik oldalon is effektíve, hogy le tudtam volna menni. Na. Ó, ennek másmilyen fősője volt. Ilyen nagyon casual, modernesített. Blues meg farmer, azért az kemény. És nagyon ritkán látni ilyen fajta modellt egyébként. NPC modellt. Most van még 3 percem a klubhoz jutni. Hogy elkapjam a tatáriát. Vagy nem tudom ki van ott. Azt hiszem a tatáriát kell elkapni. Bemutatták? Hú. Mázlit van, hogy időre megyek valahová, úgyhogy nem ütlek el. De bemutatott volna, én visszaütöttem volna. Aha. Ne! A mellettem lévőt! A mellettem lévőt! Jézusom! Egyébként ide le kell mennem. Na várjál! Úgy, most már nyugodtabb vagyok. Á, nem tudom kinyitni.
Lehet, hogy itt mindenkit kikell iktatni, és akkor utána nyílik ki a hátsó ajtó. Nincs valaki másik itt mellett? Dehogy nem. Vagy így kell lemenni. Aha, így kell lemenni, nem a másik oldalon. Nope. Aha, most nyílt ki az ajtó. Itt van egy underboss, Stefano Gatto, akit nagyon nehéz szarápüfölni, és nagyon magasan van a töréspontja. Ezért meg kell fenyegetni a csajt. És innentől kezdve, hogy mondjam, megolvad a csávó. Gatto István. Nem mi voltunk. Mi gyengék vagyunk, még be is mondja, hogy a Tatália a leggyengébb család. Annak a farkasnak a keze van benne a dologban, aki még a saját apánkat is megölte. Úgyhogy innentől kezdve nagyon, még jobban személyes az ügyünk. Brunomával volt egy személyes ügyünk. De most még nagyobb személyes ügyünk, mert konkrétan a testvérünket ölték meg, illetve az apánkat ölték meg. Nem csak a más... Hát, a Barzininek is benne volt a keze a másik apánk ügyében, de az igazi vérbeli apánk vére is az ő kezében van, az ő tenyerén van. És akkor majd jön az a jelenet, amit egyenest a filmből, filmnek a hangját, a film hanganyagát használták fel, amikor Marlon Brando és Robert Duvall beszélgetnek, ugye Tom és Vito, hogy ugye Sunny meghalt, és akkor hivatalosan Vito rendez az öt család között egy ülést, ahol kirendelik a békét, innentől kezdve az öt család háborúja véget ér, és egy békét hirdet ki, amit igazából a Philip és a Vito izélnek össze, amit a Vito és a kötnek meg, Vito és Philip kötnek meg, és mondja is, hogy ő megköti a békét, viszont amíg ő életben van, addig a béke fenn van, és nem ő lesz az, aki meg fogja törni a békét. És ezért van az a taktika, mivel ez egy taktikázás, egy kicsi késletetett taktikázás, miszerint, ha Vito meghal, akkor ugye Michael fogja átvenni a helyét, mert ő visszatér, mivel megtudja, hogy Sunny halott, ezért Michael lesz az úton, és innentől kezdve Michael fogja végrehajtani azt, hogy a családokat megölje, a család donjait megölje a keresztelő során. Szóval ez a békehirdetés, ez egyben egy taktikázás. És ez nagyon jól meg van csinálva egyébként. Az a baj, hogy a sztori küldi miatt le vannak zárva az utak, és még az ugratót se tudok fölmenni, az ilyen kamugrató. Na de most gyerekek, ennyi voltam mára, még a cutscene még végignézzük, és akkor innentől kezdve megkapjuk Sunny-nak a lakását, és innentől kezdve van a Corleone háznál is egy plusz safe house-unk.
És akkor a következő fejezetben haladunk tovább. Körzetfoglalással, bérgyilkos missziókkal, illetve sztori küldivel. Illetve lehet, hogy még egy rangosodás is meg fog történni. Of vengeance. I want you to arrange a meeting with the heads of the five families. This war stops now. Yeah. I must have a strict assurance from Corleone. As time goes by and his position becomes stronger, will he attempt any individual vendetta? Look, we are all reasonable men here. We don't have to give assurances as if we were lawyers. I'm willing to do whatever's necessary to find a peaceful solution. Meg igazából azt lehet látni itt a játékban, hogy a Cuneo, Don Quinn Cuneónak, Carmine Cuneónak és Victor Stracinak egyáltalán nincsen karakterük. Ők máshogy néznek ki a filmben, de sajnos itt a játékban nincsen akkora nagy szerepük, nincsen akkora nagy kontextusuk, ezért egy random NPC, underboss NPC-ket raktak be, és csak Philipnek, Vitónak meg Emilionak van saját karaktere, úgymond. És most, amit mondtam, itt most mondja a Vito egyébként, amit pár percet korábban mondtam. We've made here today. Vietnami flashback. Tehát ezt nem lehet kihagyni. Vietnami flashback. Ja, hát akkor 40 000 XP, 45 000 dodo, a három zsákot meg leszarom. Leszarom. Az, amit ott művelt velem a játék, az kész. Ez nincs bocsánat. Ja, de egyébként, hogyha nekem nem hisztek, a látottak alapján még mindig nem hisztek, akkor nézzétek meg Mikinek a megemlítését, illetve hogy ő alapján hogy mondta az egészet, mert konkrétan ő is ugyanezt mondaná. És ha neki nem hisztek, akkor nézzétek meg a filmet, ha annak se hisztek, akkor keressetek egy agyat, és ássátok el magatokat. Mert senki nem tud segíteni rajtatok akkor. Bocsánat, hogy ilyen vagyok, de ilyen donos módszerekkel kommunikálok. Na, és így random itt vagyok az Aligoto Hotelben. Hol? Ja, itt a Little Italy-sban. És akkor itt van mellettem még Alba is. Köszönöm szépen, amit minden értem tettél, de most szépen lefokozunk. Oh, sweetie. You don't want me around no more? Speed up, Tuts. Take off, Tuts. Go home. Köszönöm szépen a segítséget. És akkor te mit mondasz? It's a sad day for the family. Please, give your condolences to Don Corleone. Igen. Igen, és innentől kezdve Michael átvette a családi ügyeket. És hát innentől kezdve Vito sem szerepel, hát mondhatjuk úgy, hogy igen, egy kicsit a sztori szerint egy kicsit később hal meg a Vito, de azt kell tudni, hogy Sunny is halott, és egyben már Vito is halott, szóval a Don eltávozott közülünk, és innentől kezdve Michael az új Don, és ő vezetése alatt valunk, és elvileg, hogyha ő hozzá megyünk, akkor elvileg megkapjuk a Caporegime rangot, úgyhogy ezt majd gyerekek a következő részben fogjátok látni. Addig is ennyi voltam mára. Nagyon még egyszer köszönöm szépen a figyelmet. Nagyjából a terv megvolt, amit én a fejezet legelején mondtam. Az nagyjából bevált, csak sajnos számomra ez a sok baromkodás, ez nagyon elvette az eszemet. Úgyhogy egy biztos, hogy egy kicsit majd később fogom folytatni, de most ennyi legyen elég, tehát majdnem 4 epizódnyira. Tehát 4 epizódot sikerült összevágnom.
annyi biztos, hogy nézzük meg még egyszer, hogy kik maradtak még hátra. A Tatárjából csak Philip maradt hátra, Victor, Salvatore és Jack, Carmine, Marco és Luciano, illetve Emilio Junior, Emilio, Domenico, Big Bobby és Pietro vannak még hátra, Giovanni már ki van iktatva. Ugye ennyi. Úgyhogy hát még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, és akkor még egyszer a következő fejezetben haladunk tovább a sztorival, és begyűjtjük a káporezsim szerelést. És akkor azzal fogjuk folytatni. Most egy kicsit szintén most szünetel a keresztapa, ez a 4 epizód lemegy, és akkor utána folytatom másnap a vámpírral, de így egyesével fogok haladni, hogy egyszer ez, meg egyszer az. Közben meg nem sokára befejeződik a mém-méhem is, és mivel mondtam, hogy a Flashpoint Collection se fog lemaradni, ott nagyon, nagyon ritkán fognak jönni az epizódok, de nem fejeztem még be azt a sorozatot se. Na, ennyi voltam mára, még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, további rage-mentes szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!